Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Ultrahang élő adása, ezúttal Türmer Gyulával a munkáspárt elnökével. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Most már hétről hétre csütörtökönként este 8 órakor magyar politikusokkal beszélgetünk elsősorban külpolitikáról, így lesz ez ma is. Arra buzdítjuk a hallgatókat, hogy küldjenek bátran kérdéseket ide az Ultrahang csatornájára, és ezt az adásunkat egyébként majd pénteken felvételről is visszanézhetik 17 óra 15-kor tesszük, ki, úgyhogy érdemes most élőben velünk maradni, hogyha élőben szeretnék követni ezt az adást. Amikor meghirdettük, akkor többen írták, hogy milyen jó, hogy meghívtuk, illetve talán sokan kíváncsiak is arra, akkor így nulladik kérdést rögtön ezzel indítanék, hogy mi újság most a munkáspárta, hogy vannak, mit csinálnak, mire készülnek. Nem véletlen, hogy sokan érdeklődnek a tiltott gyümölcs, az mindig édesebb a többinél. Munkáspártot egy ilyen információs függöny veszi körbe, amit nem mi tehetünk, mi élünk, dolgozunk. Munkáspárt már ötödik nagy rendezvényét rendezte a nyugati téren a pályaudvarra szemben a háború ellen és a béke ellen. Mozgalmakat segítünk, mint például a békeforum létrejötté. Aktívak vagyunk, nemzet most jöttem az a Olaszországból, készülök Belorúzba, Kínába, tehát benne vagyunk a, a, az élet sűrűjében, és hát persze jövőre megválasztások lesznek. Ugye a munkáspárt azért alapvetően baloldali pártként definiálja önmagát, és nagyon sokan felteszik mostanában azt a kérdést, hogy miért nincsenek ma a baloldalon békemozgalmak, vagy miért olyan halkak a baloldalon a békének, a békepártiságnak a hangjai. Ez az egész baloldaliság, ez egy ilyen zsurnalisztikai fogás, mert baloldalinak nevezi magát már lassanként mindenki. A munkáspárt egy olyan párt, amely nem elégszik meg azzal, hogy egy ilyen börtönvilágban élünk, nem a pénzuralmára épülő társadalmat akar, hanem egy olyan világban szeretnénk élni, ahol az ember érdekei érvényesülnek. És nevezze ezt akárki bárminek, szocializmusnak, közösségi társadalomnak, vagy akárminek. Nincsenek békemozgalmak Magyarországon, nem csak baloldal nincs, jobboldal is nincs. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hiba, hiszen föl kell ismerni, hogy háború lesz. Én emlékszem 99 re amikor Jugoszláviát a NATO megtámadta, pár kilométer a magyar határtól estek le a bombák, és robbantak a rakéták, és magyar falvakat is érintették, mégis úgy érezte a magyar társadalom, hogy itt nincs háború. Van háború, szíves figyelmüket felhívom erre, és össze kellene fogni. Mert ha nem fogunk össze, akkor ott kormány senki nem fogja támogatni a béke szándékaibb, és ha ez a kormány egyedül marad, akkor sajnos nem fog tudni a háborúból kiugrani, vagy a háborúba való belesodródásunkat megakadályozni. Ugye az önök korábbi neve a kom nevében a kommunista szó is szerepelt. Felmerül a kérdés, hogy van-e ma önökben akár a Szovjetunió iránt, akár az orosz befolyás iránt nosztalgia? Nincsen nincsen. Hát a Szovjetunió az a világtörténelem része. Én azt gondolom, hogy ma a világban nagyon sokan sajnálják, hogy nincs szovjetunió. Ő sajnálja? Én sajnálom. Amíg volt szovjetunió, addig volt béke. Hát leéltünk 45 után ugye, több mint 40 évet békében kellett, Varsói szerződés tagjai voltunk, de egyszer kellett magyar katonának külföldre menni, vagy háborúzni. Beléptünk a nato beléptünk a kapitalizmusban. nincs szovjetuniót, tessék megnézni, volt már Irak, Afganisztán, Jugoszlávia, most Ukrajna, még mit akarunk, világháborús veszély. De akkor jobb egy hidegháború, mert hogy hidegháború az viszont volt a Szovjetunió idején is, jobb egy hidegháborús hangulat, vagy az pont kellett a békéhez az ön meglátása szerint? Nem, hát 45-ben véget ért a második világháború. Ennek a háborúnak az egyik győztese a Szovjetunió volt, Létrődtek a szocialista országok, nyilván a nyugat ebben nem törődött bele. Hát elvesztette a világ egy részét, aztán Kína is megszületett 49-ben, ők indították el a hidegháborút, nem a Szovjetunió. Churchillnek hívták azt a politikust, aki ezt megfogalmazta. Ők csinálták az első atombombát, ők csinálták az első hidrogénbombát, ők csinálták az első katonai szer, nem a Varsói szerző született meg először, hanem a NATO 49-ben. idekábor onnan indult. Mert ugye én még nem éltem akkor így nyilván önnek helyzeti előnye van ebben a beszélgetésben, de ma azok, akik a Szovjetunió korszakára gondolnak vissza, és abban Magyarországra, nagyon vegyesen emlékeznek. Van, akik azt mondják, hogy volt egy viszonylagos társadalmi jólét meg biztonság, de nagyon sokan meg azt mondják, hogy alapvető szabadságjogokkal volt probléma, hogy Magyarország kiszolgáltatott ország volt, 56-ról nem is beszélve, tehát, hogy azért még is megtapasztaltuk, hogy milyen egy birodalomnak a periférián ján lenni, és ezzel kapcsolatban azért szerintem a magyar társadalom több Ségének, például nem biztos, hogy jó emlékei vannak. Hát ha valaki később született, azt nem mentesíti a felelősség alól, hogy gondolkodni kell a mai világba. Hasonlítsuk össze. Ma ugye az Európai Unió, amiben integrációban ugye benne vagyunk, elvárja tőlünk azt, hogy eldöntesse, hogy mire oktassák a gyereket az iskolába és mire ne. A Szovjetunió ilyet nem tett. Beleszól az Európai Unió törvényünkbe. A Szovjetunió soha nem szólt bele abba, hogy Magyarországon milyen törvények legyenek. A Szovjetunió nem szólt bele a gazdasági terveinkbe. Ma az Európai Unió beleszól. A KGST-től, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsától nem kellett pénzt igényelni, arról megegyeztünk, hogy mindenki segít a másikul. Tehát egy szó sincs arról, hogy ha a gyarmatosításról van szó, akkor azt mondanám, hogy mi gyarmatosítottuk a Szovjetuniót. Ugyanis a gyarmatot az jellemző általában, hogy nyersanyagot visznek, és behozzák a ipari anyagot. Hát kivitte oda, az ip, ki oda a mozdonyokat, kivitte oda a nehézipart, kivitte oda a ruhákat, kivitte oda az élelmiszert mi. És kaptuk érte az energiát és egyéb dolgokat. Hát ami ma van, az a gyarmatosítás. Az ember szempontjából kérdés, hogy vajon ha a Szovjetunióban, akár a szovjet rendszerben, akár Magyarországon, akár a Szovjetunióban valaki el akarta mondani, a véleményét, és elmondta, nyíltan, és akár bírálta a rendszert, akkor mi történt vele, meg most, ha például az Európai Uniót bírálja valaki, akkor mi történik vele, hogy ebben sem lehet különbséget? Hát óriási különbség van, mert ugye a szociálista rendszerben nem lehetett kimenni az utcára és kiabálni, hogy lekádár Jánossal. Ma kimehet az utcára és nyugodtan kiabálhatja, hogy lekádár Jánossal és le a Szovjetunióval. De azt nem kiabálhatja, hogy le Orbán Viktorral, le Gyurcsány Ferencsel, le az Európai Unióval, le a NATO-val. Ezt hát azt már is a rendőrség kiabálják följegyzi, nézi és... Hogy nem lehet szabadabban például Európai Uniós kritikát megfogalmazni, mint Szovjet ellenes kritikát lehetett annak idején? É, nézzem, ma a szabadság formális, mert kimehetek az utcára, mint Londonba, a Hyde Parkba, és elkiabálhatok nagyjából akármit, leszámítva egy pár szélsőséges dolgot. Csak ez nem jut el a televízióba. Nem jön a rádióban, nem írják meg az újságok, és ami nincs a televízióban, az maga tudja, hogy a legjobban, az nem létezik az emberek előtt. Tehát a szabadságnak ez egy, ez egy kifordított és rosszul értelmezett változata. Na menjünk bele az orosz háborúba, hiszen nyilván most, hogy már több mint egy évvel az események után, vagy a háború hivatalos kitörésének időpontja után vagyunk, mindenki azt találgatja, hogy vajon kinek van ebben a háborúban igaza, és hogy mik az okok, mik az okozatok, mik az összefüggések, önben milyen kép alakult ki így az elmúlt egy év során. Nézem, akik orosz-ukrán háborúról beszélnek, azok alapvetően tévednek, és sohasem fogják a megoldást megtalálni. Ez a háború nem Oroszország és Ukrajna között folyik. Ez, az, ez a háború az Egyesült Államok és Oroszország között folyik, sőt most már egyre inkább az Egyesült Államok, az Európa, a NATO és Oroszország között. Ezt látni kell azt is látni kell, hogy az oroszok kezdték ezt a háborút. Hát nem Oroszország vitt Kubába vagy Mexikóba rakétákat, csapatokat, katonákat, hanem az amerikaiak rakták bele a Baltikumot, Lengyelországot, Romániát és stb. Nem Oroszország hozott létre új katonai struktúrákat, hanem a NATO telepített ezekbe az országokba. Tehát ők itt évek óta provokálják Oroszországot béke az megőrizhető lett volna, hogyha tudomásul veszik azt, hogy 90-ben ugye megváltozott a világ. És azt kell, hogy kérem szépen, legyen egy semleges zóna Oroszország és a nyugat között. Ez lett volna Ukrajna? Ez lett volna Ukrajna, lett volna Belarus, de lehetünk volna akár mi is. Hát ugye beleillett volna egy, egy néhány, néhány, hónapig Magyarország semleges volt, ezt meg kellett volna őrizni. És jobban jártunk volna, hogyha ezen az úton megyünk. Tehát ez a háború, az amerikaiak háborúja Oroszország ellen, és azt gondolom, hogy most már nem csak Oroszország ellen, hanem Kína ellen is, és egyáltalán a világ azon erői ellen, akik nem akarnak amerikai uralmat. Egy pillanatra akkor tennék itt kitérőt Magyarországgal kapcsolatban. Itt járt nálunk Krausz Tamás történész, aki szintén nehéz jobb oldalisággal vádolni, és ő mesélt el, hogy Horn Gyulával is komoly vitái voltak azzal a kapcsolatban, hogy Magyarország csatlakozzon-e a NATO-hoz. És hogy Tamás elmondása szerint Hongyula azt mondta neki, hogy azért kell a NATO-hoz csatlakozni, mert az egyúttal feltétele az Európai Uniós csatlakozásnak is. Tehát vagy mind a két klubnak a tagjai vagyunk, vagy egyik klubnak sem. És azért azt lehetett látni, hogy a 90-es években Magyarországon volt egy élénk vágy az iránt, hogy az Európai Unió tagja legyen. Tudom, hogy voltak többek között önök, meg páron, akik ezzel kapcsolatban ellenkezéseket fogalmaztak meg, de ettől függetlenül viszont azt tapasztaljuk, hogy az, a magyar emberek többség az Európai Unióhoz, meg a Nyugathoz szeretett volna tartozni, tehát, hogy ott a társadalom hozott egyfajta döntést. És itt jön az a kérdés, hogy vajon ö, így meg lehetett volna győzni az embereket arról, hogy egy semleges ország, egy semlegesség az jobb opció lett volna? Persze, hát mindig az igazat kell az embereknek mondani, és nem félrevezetni őket. Meg kellett volna az embereknek mondani, jó, belépünk az Európai Unióba, kapitalizmus lesz, ezentúl mindenki vehet majd banánt minden nap az év, minden egyes napján, könnyebb lesz telefont venni, könnyebb lesz autót venni, könnyebb lesz utazni, de cserébe valamit kell adni és odaadtunk, odaadtuk a magyar gazdaságot, ugye Varga Mihály azt mondja, hogy persze exportálunk orba szájba, a, a világba, de ennek az exportnak az öme az nem a mi munkánk, hát egy fenét azt a multinacionális vállalatok állítják elé. Ugye pánaszkodik Lázár János, hogy most már a építőipari kapacitások nagy része ugyan magyar, de amiből építünk, az anyagok, a nyersanyagok, azok meg külföldiek, de miért? Azért, mert 30 évvel ezelőtt eladtuk a betongyárat, a téglagyárat, meg, meg minden gyárat. Tehát ezt meg kellett volna a népnek mondani. Meg meg kellett volna azt, hogy belépsz a nato rendben van, ez jól hangzik, de akkor háború is lesz. Én már 95-ben elosztam ezt a könyvemet, megírtam, hogy nem kell a NATO, nem kell, mert ennek az lesz a következménye, hogy háború lesz. Senki nem vitt el, aztán tessék megnézni. Na a NATO tagságról majd részletesen is beszélünk, de ha meg megnézzük azt, hogy körülöttünk milyen országok nem tagjai a NATO-nak, illetve az Európai Uniónak, akkor egyébként pont Ukrajnát látjuk többek között példaként, és ez a kérdés, hogy ha nem lennénk tagjai a NATO-nak, meg az Európai Uniónak, meg gazdaságilag nem egyezünk ki a német multikkal, meg egyáltalán a multinacionális cégekkel, akkor lett volna nekünk egy pozitív saját utunk, vagy esetleg olyanok lennénk, mint Ukrajna, vagy olyanok lennénk, mint Szerbia volt évekkel ezelőtt? Az ukránok nem azért olyanok, amilyenek, mert nem léptek be a, a, az Európai Unióban, meg nem tagja a NATO-nak, hanem egyszerűen szétrabolták az országot, a nyugat pedig engedte a rablást. Sőt, a nyugatiak maguk rabolták, hát a Biden ügyről valamennyien tudunk. Tehát ukrajnát szétrabolták, szétlopták kívülről, belülről, és ez ennek a következménye. Magyarország számára 30 évvel ezelőtt is volt más út, Más út. Csak ellítették a néppel, hogy válság van, meg, meg, meg nem volt? adóság van. Nem volt. Ez, ez, ez nem igaz. Ez nem, ez nem igaz. Ugye oroszoknál még rosszabbul csinálták, mert ott még az árut is kivonták a boltokból, hogy a nép éhezzen. Magyarország alább éhénység nem volt, de bevettük azt a dolgot, hogy 20 milliárdra tartozunk, itt nem lehet tovább menni, nincs miből megélni. De lehetett volna. A magyar ipar az életképes volt. Ez pontosan tudjuk. Azért verték szét ezeket az iparágokat. A magyar a világ legjobbjai közé tartozott. Ma a nagy úr ugye sopánkodik, hogy hát most itt állunk. Hát azért állunk itt, mert szét verni. Tehát azt az utat kellett volna tökéletesíteni és tovább menni. Az eddigi gondolatokhoz beolvasnék néhány kommentet. Péter nevű komment. Előnk azt írja, hogy minden tiszteletem, de azért emlékezzünk a nálunk állomásozó pár tízezer szovjet katonáról is, akik bizonyára csak turistaként állomásoztak itt 40 évig, hogy az szükségszerűnek tartja például a szovjet katonák itt történő állomásoztatását? Én értem a kérdést. Második világháború után a nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy kölcsönösen állomásoztatnak csapatokat. Tehát a tisztelt kérdező megkérdezhetné, hogy Németországban mi az öreg Istent keres még mindig több tízezer amerikai katona. Ők abból az időből maradtak hát, ott, vagy már Hát, hogy 45-ben bejöttek, ott már Olaszországban mit keresnek ott? Görögországban mit keresnek ott? Máltán mit keresnek ott? Hogy ne soroljam a többi, többi országot. Azért voltak itt, mert a két világrendszer küzdelme. Nem volt jó, hát persze, ki a fenének hiányzott a szovjet katonák itt léte. De hát ha már egyszer elmentek, akkor küldjék haza az amerikaiakat, és, és ne hozzanak ide. Hát volt egy pár év, amikor nem volt magyar katona, vagy nem volt külföldi katona Magyarországon, hát nem, nem bírtuk ki. Gyerünk akkor ugye taszára, hívjuk oda az amerikaiakat, nyomjuk őket, most me, me, meg, itt vannak. Meg ugye itt. az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy például az iraki háborúban azért több NATO tagország nem vett részt, de például Magyarország igen, hogy vajon ott miért kellett az úgymond új NATO tagországoknak ebbe? be a bonyodalomba bele menniük. Azért, mert a politikai vezetések gyengék, ugye, igyekeznek bebizonyítani, hogy mi élenjárók vagyunk, és mi kinyaljuk az amerikaiak fenekét minden létező alkalommal. Hát Irakban, meg Afganisztánban is a magyar katona nem harcolt, ez egy mese, hát ilyen őrző KFT voltunk, az amerikaiak azt bízták ránk. Ugyanezt se, tessék majd, hogy mi van Koszovóban. Hát látjuk a képeket, hogy képzik a magyar katonákat. A HM képen lehet látni, hogy ilyen tömegoszlató feladatokat, ilyen verik szét a tömeget. Tehát az lesz a hős magyar katonának a feladata Koszovóban, hogy ma majd a szervek meg a albánok egymásnak esnek, akkor mi még oda megyünk hozzájuk. Erre legyünk büszkék. Egy fenét? Nem kell. Akkor van egy ilyen kommentünk is, hogy a Szovjetunió annó engedte azt is, hogy nálunk magasabb legyen az életszínvonal, mint náluk. Éltem Kievben 5 évig 1972 és 77 között. Tudom biztosan ezt, aki ott nem élt, ezt nem tudhatja. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy jobb volt, hanem azt, hogy most is van sok elem, ami nem jó. Magyarországon magasabb volt az életszínvonal. Tehát mi már akkor a 70-es években 60 kg, vagy 80 kg fölött tettünk fejenként húst, és a cukorfogyasztás is jóval nagyobb volt. Szovjetek még topogtak utánunk. Hát innen vitték ki a broiler csirke gyárakat a Szovjetunióban, innen vitték ki az almát, innen vitték ki a, a kukorica iparszerű gyártásának technológiáját. Tehát ez egy fejlett ország volt Magyarország fejlettebb, mint a szovjetunió, és ezt engedték. Nem, nem fölözték le a hasznot. Közben egy technikai kérésem lenne a kollégákhoz, hogy többen írják, hogy még mindig nem elég hangos az adás. Azt mondják, hogy most már jó, mert hogy amennyire lehet fejjel tekertük a hangerőt. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most már működik. Bár még mindig írják, hogy több hangerőt kedves szerkeztük, Úgyhogy, de ez az adás majd egyébként visszanézhető lesz, és ott már a meg lesz javítva. Igen, faj. igen, igen, én például nem tudok kiabálni. Alkatilag alkalmatlan vagyok rá. Visszatérve arra, hogy ugye akkor ön szerint ez egy kiprovokált háború volt, ugye azt el is mondta, hogy háborulták, hogy provokálták Putyint, hogy ön hogy lehet hogy oroszország szempontjából nézve, hogy jó döntésnek bizonyult megindítani ezt a támadást? Hát ezt a Putyinnak kell eldönteni, és az orosz népnek kell eldönteni, hogy, hogy helyes volt, vagy nem volt helyes. Katonai szempontból azt gondolom, hogy helyes volt, hiszen látták azt, hogy óriási erők gyülekeznek a határokon, óriási erőket koncentrálnak Ukrajnába, ez előbb-utóbb megindul a háborúban, mindig annak van esélye, aki elsőként támad. Ezt ők megelőzték. De hát a háború nem akkor kezdődött, amikor megindultak az orosz csapatok Ukrajna fele, háború akkor kezdődött, amikor telerakták Lengyelországot, Baltikumot, Magyarországot, meg az összes többi fegyverrel, és az ukrán hadsereget Európa egyik korszerű hadseregévé fejlesztették fel. A oroszok ezt pontosan tudták, hát nem véletlen volt, hogy előtte az oroszok azt javasolták, hogy a NATO, Egyesült Államok, Oroszország egyezzenek meg biztonsági garanciákról. Azt mondták amerikaiak, hogy nem. Akkor megkötötték ugye az Európai Unió és Merkel segítségével a két Minszki megállapodást. Ha ezt mindenki betartotta volna, akkor nem lenne háború. De ugye maguk bevallották, ezt csak azért csinálták, hogy hülyítsék a Putyint és félrevezettséget. Hát az ott van a bűn, nem itt. Csak mi lehetett az amerikai érdek? Tehát Benkő Tibor ült itt nálam, ezt ezt szoktam mostanában mondani, mert elég friss az élmény. Ugye ő volt a honvédelmi miniszter, és elmondta, hogy már annyira előre haladott volt a kapcsolat Oroszország és a NATO között, hogy Oroszországnak állandó résztvevője volt a NATO-ban például, aki folyamatosan ott volt. Más forrásokból azt is lehetett hallani, hogy az oroszok azt mondták, hogy ha ez tényleg védelmi rendszer, amit most az ön is az előbb vázolt, akkor ezt miért nem csináljuk meg közösen? hogy akkor lett volna egy közös orosz NATO védelmi beruházás, hogy Amerikának nem lett volna érdeke az úgymond világ béke, hiszen elvileg egy békés világban sokkal nyugodtabban lehet a gazdasági érdekeket érvényesíteni. Nem, Amerikának nem érdeke a világ béke. Amerika ma gazdaságilag gyenge. Válságban van. 2008 óta látjuk, hogy egyre másra mennek tönkre az a szerencség, hogy át tudják görgetni a válságot a többi országra. Amerika egy dologban erős, katonai szempontból. Tehát ezért a katonai erővel megpróbálja a világuralmát fenntartani. És ezt pontosan látni, ők indították el a háborút, és súlyosibb, hogy az Európai Unió ezt bevette. Mert ez a háború a következményeiben Európát sújtja, úgy, ahogy 45-be bejöttek az amerikaiak, és elnyomták a franciákat, olaszokat, meg a többieket, most ugyanezt történik, szolgasorba viszik az európai nemzeteket, és ezt akarják persze továbbvinni. De összességében felkészült például Amerika arra, hogy ő Ilyen mértékű konfliktusokat vívjon. Tehát, hogy mindig, amikor mi erről beszélünk, és az ultrahangon gyakran beszélünk erről, akkor megkapjuk azt, hogy összeesküvés elmélet hívők vagyunk, mert valójában Amerikát már nem is érdekli Európa, valójában Amerikának púpa hátán ez az egész háború, mert már rég Kínára szeretne koncentrálni, rendszeresen ezeket a kommenteket kapjuk. aki ezt mondja, az nem olvassa a statisztikákat és a jelentéseket. Az hát az elmúlt, amióta folyik a háborús fölkészülés, meg maga a háború, az amerikaiak nem győznek gazdagodni. Tehát az amerikai hadipari céget, a hadipari vállalatokat kiszolgálók különböző technikai, technik és egyéb cégek gazdag, óriási profitra tesznek szert. Olyan profitra, amire egyébként nem tennének szert. Hát az élelmiszerből nincs annyi profit. És akkor most jön majd a következő, akkor jönnek a sebesültek, a betegek, nem tudom, micsoda, akkor majd az egészségügyi part is föl fogják fejleszteni, és fogja a hasznot hozni. Tehát Amerika ezen a háborún meg akar gazdagodni, úgy, hogy ezt tette az első világháborúban, meg a, meg a második világháborúban. Háború. Ezért nem akar békét. Hát lehet nem a békét kötni, de ezt Amerika nem akarja. Persze ők azt gondolták, hogy ez ilyen számítógépes háború lesz, hogy ülök, az lövök egy pár rakétát. De ez nem 99, tehát itt nem az történik most, ugye, hogy a szerencsétlen jugoszlávokra kiengedték a Pershing rakétákat, meg néhány repülőt, és nem volt lényegében ellenállás. Most ellenállnak. Most rájön arra, ugyanarra, amire rájöttek a németek, mikor 41-ben lerohanták a Szovjetuniót, hogy nézd már, ezek visszalőnek át. Hogy az Isten, hát milyen háború az, visszalő az ellenség, hát visszalő az orosz. De itt kinéztél a dolgokat, mert ugye az egyik olvasat az volt, hogy ha az oroszok nagyon akarják, akkor holnapra Kievben reggeliznek. Azt látjuk, hogy ez a forgatókönyv sem valósult meg. A másik az volt, hogy a, még a CIA is ez elvileg azt jelezte, hogy néhány nap alatt Ukrajna elesik. Ebből a szempontból nézve még akár azt is mondhatnánk, hogy valójában az oroszok teljesítményét becsülték felül. De hogy ön most azt mondja, hogy Amerika meglepődik azon, hogy Oroszország húzza meg, bírja ezt a háborút. Hogy, hogy, hogy hol van vajon a az igazság? De az a jó háború, ami vagy nem kerül rá sor és úgy nyernek, hogy nincs háború, vagy ha nagyon gyorsan lezajlik az a háború és győzett. Hát nem az amerikaiak is győzni akartak, és azért fegyverezték fel Ukrajnát, hogy percek alatt ugye ezt a problémát elintézzék. Hát nem sikerült, nem sikerült. Hát én nem ülök az orosz vezérkarban, ezért nem tudom, hogy pontosan miért döntöttek, úgyhogy Kievet megostromolják. Látszik, hogy az első időszakban tévedtek, nem? Kevés embert mozgósítottak, nem koncentrálták ezeket az erőket, de majd belejönnek. Hát a 41 ben emlékezem vissza, Moszkváig verték az orosz hadsereget, szovjet hadsereget, aztán 41 december meg megfordultak, és 45 májusában már Berlinben ücsörögtek a szovjet katonákat. Hát. Ez is be fog következni előbb-utóbb. Ugye Amerika azzal érve, hogy ha most nem állítják meg Putyint, aki egy szörnyű diktátor és a biztonságra veszélyes, akkor Putyin büntetlenül tud végrehajtani hasonló támadásokat, nem áll meg Ukrajnánál, elfoglalja, nem visszaállítja a Szovjetuniót vagy a régi orosz birodalmat, és egyáltalán a globális világrendnek a biztonságát veszélyezteti. És hogy nem lehet hagyni, hogy a 21. században valaki így viselkedjen. Ön tudom, hogy azért kellően ismeri a térséget, tehát az orosz és a szovjet térséget. Hogy látja, kell-e félni Putyintól? Ez az egyik dolog az, hogy Putyin nem akarja előírni az amerikaiaknak, hogy hogy éljenek. Biden meg elő akarja írni oroszoknak, meg minden más népnek, hogy úgy éljetek, ahogy mi gondoljuk. De az nem egy jogos kérés, hogy ha Ukrajna úgy dönt a nép, hogy a NATO-hoz, meg az Európai Unióhoz akarnak tartozni, akkor azt Putyin legyen kedves tiszteletben tartani, és legyen kedves nem legyilkolni ja, a nép. Ez egy másik kérdés. A kérdés lényeg azért ott van, hogy az amerikai az oroszokra és a világra ránk is ránk akarják erőszakolni azt a modellt, amit ők jónak tarálnak. Ezt hívják Hát ezt hívják ők demokráciának, de, de, hát a világ már. Tehát Kínában más van, Törökország más van, Magyarország más van, Indiában más van, és ezek nem akarnak úgy élni, ahogy az oroszok akarják. De nem a Putyin mondja, hogy gyerekek, térjetek át pravoszláv hitre, hát esükbe se jutott megtéríteni a katolikusokat, vagy a protestánsokat, meg nem mondja, hogy vegyétek át a orosz nyelvet, ugye, és ne beszéljetek angolul. Tehát ez, ez másként jelentkeze ami pedig Oroszország stratégiai igényeit illeti, soha sehol nem hallhatott olyat, hogy Oroszország Európát megtámadná. És Oroszország soha nem jött ebbe a térségbe. A 45-ben megálltak, tehát 45-ben addig mentek, ameddig az ő területek volt. Tehát Donbass az mindig orosz volt. A Krim mindig orosz volt. Ezek azok a területek, ami a saját területének tekint, amit így vagy úgy, de elvettek tőle. De nem Magyarország, meg nem kell félni, hát Magyarországot soha nem akarták az oroszok. Meg a lengyelek. A lengyel területet is visszaadták, pedig elvették volna. A finnek összetetnék a két kezüket, mert 45-ben a béketárgyalásokon az oroszok nyugodtan feloszlaták volna darabokra a finneket, és visszacsatolhatták volna, mint hogy 10 2017 előtt volt az orosz bíró, de nem ez történt. Finnország független, Lengyelország független, román, mindenki független. Tehát ő nem akar jönni, és minek akarna ide jönni. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök szokta azt mondani, hogy az se jó, hogyha a szomszédunk és hogy egy kicsit, mintha az az érzés is benne lenne ebben, főleg amikor mondjuk a különleges katonai hadművelet elején tényleg Kiev környékén állomásoztak az orosz csapatok, hogy az, hogy elfoglalja, az nyilván senki nem gondolja, de hogy azt sem szeretné, hogy közel legyen hozzánk. Mert ugye egy nagy hatalom közelségében lenni az nem jó érzés, mert hogy felvonulási terület vagyunk. Ez so sem lehet jogos be, aggodalom? Sok mindenbe egyetértek miniszterelnök úrral, ebben nem ebben Ön örülne, ha Oroszország a szomszédunk lenne? Ö, megmondom, miről van szó. Ugye mit tanulunk a történetben? Azt látjuk, hogy Magyarország körbe van véve. A első világháború után a kis utána Hitler szövetségeseivel, és a körbe vagyunk, hogy nem tudunk kilépni, nem tudunk kilépni. Tehát ha Magyarország ki akar ugrani, akkor kell valami kiára, tehát tengerünk nincs, ugye, tehát kell egy szabad Ukrajna, egy, 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 közös orosz határ azt tenni lehetővé, hogy, hogy nem NATO országok vesznek bennünket körbe. Lehet másfele menni, hidakat tudunk építeni. Ha most még a szerveket is bevennék a NATO-ba, akkor végképp De lezárulnak. Pont ezt akartam akkor mondani, hogy ezzel párhuzamosan mindenki a nato akar csatlakozni, De. körülöttünk is, és általában a mi segítségünket kérik ehhez. De, de, de akkor, meg, akkor Magyarországot megfojtják, hát ahogy megfojtották 19-ben. Emlékezem vissza, hogy ugye, Magyarország vesztes a háborúba, jön a tanáskoztás, jönnek a francák, és hozzák magukkal a románokat, ugye? 45-ben emléke, vagy 44-ben emlékezem vissza, Magyarország vesztes a háborúba, jönnek a szovjetek a románok megint felszabadítanak bennünket. Én nem akarom megélni azt, hogy megint román csapatok jöjjenek Budapestre. Hát itt voltak már 20. században kétszer is. Hát és, és ez bekövetkezhet, hogyha nincs kilátás. Ezért nem jó az, hogy, hogy lezárjuk magunkat NATO országokkal, mert az nem védelmet jelent, hanem ellenkezőleg börtönt. is Ausztria egy semleges ország mellettünk. Kicsoda? Ausztria. Ausztria kétségtől semleges ország, de arra nem lehet menekülni. Tehát nyugatra nincs menekvés. Arra arra nincs, hiszen Ausztriát már a Svájcot leszámítva NATO országok veszik körbe, arra nincs, és egyébként se nyitnák fel az országokat a volt. De arra is kell hidat építeni, ez, ez, egy nagyon jó dolog. Sőt, kell építeni ugye a törökül beszélő országok felé, ez egy zseniális gondolat a miniszterelnöktől és a csapatától. De az nem, hogy mi idegenkedjünk. Ez Antalnak volt az ötlete, nem is Orbáni ötlet, hogy azért kell nekünk Ukrajna, hogy ne legyen határunk Oroszországgal. Nem, nem, nem kell félni. Tehát ma Oroszország nem fenyegeti Magyarországot. Csak ugye az egy nagy kérdés, hogyha viszont Oroszország lenne a magyar határ túloldalán, akkor Oroszországot a magyar határ felől tudná többek között támadni a nyugat? Ha most arról beszélünk, hogy Ukrajna-Oroszország, ami nyilván azért szerintem szintén nem egy reális helyzet, de ha ezen így ellamentálgatunk, akkor meg egy idő után nem Ukrajna lesz a felvonulási övezet, hanem akarva-akaratlanul Magyarország. És hát pont én. Lengyelországnak a földrajzi helyzete mutatja meg, hogy ez mennyire, nem. Ugye ezt nem akarja a közvélemény észre, már felvonulási terület. Tessék megnézni a újságot, az elmúlt napokban itt járt a 101. amerikai légideszont hadosztály egészségügyi főnöke. Itt járt egy másik amerikai hadosztály egészségügyi szolgált, és megerőznik a magyar katonai egészségügyet, a katonakorház Robert Károly körútra. Kíváncsiak, nem tudják, hogy dehogy, fenét, háborúra készülnek. Tavaly itt járt egymás után a NATO, a Bundeswehr, az amerikai hadsereg hat szolgálatának vezetője. Mire van szükség? Utatra. De a NATO tagjai vagyunk. Hát, persze, és erre mondja azt Ruszin Szendi Romulusz, aki ugye a magyar hadsereg főparancsnoka, hogy amiket például Romániába amerikai csapatokat vittek be, azt Magyarország megoldotta saját maga magyar katonákkal, és nálunk például ukrán katonák egyedül egészségügyi területen kapnak kiképzést, meg segítséget. Ugye, ha NATO-nak tagjai vagyunk, akkor azért nehéz lenne, ha ezek a e, csapatok ugye, nem. Imádom, lennének amikor hülyének néznek, főleg, hogyha egy, egy hadsereg vagy vezérka főnök hülyének néz. Szóval a katona, katona, az akkor is katona, hogyha egészségügyi szolgálatban van. Az nem civil mert a beteg katonát, a sebesült katonát meggyitonyítani, az ugyanolyan katonai teljesítmény, mint kimenni a frontra és, el, és lőni. De, Tehát ez, ez azért egy, van ez különbség. egy ez Ezzel Ezen az előbb azt is mondhatjuk, hogy aki a karban katonai állományban fújja trombitát, az ugyanolyan katona, mint az, aki a hadszintére harcol, és az Bizonyos nem cselekedett be. Igen, viszont... mert a, a trombitával bujztatja a katonát, hogy harcoljon. De De van a, különbség. a katonai kórház az, az egy alapvető része a háború, Korunak, és ebben már Magyarország benne van. A hadseregek ellátása élelmiszerrel, üzemanyaggal. Hát miért jött ide az amerikai határfőnök, és megnézte Veszprémben a nagy raktárt? Miért? Azért, hogy a gyerekek, hát hogy vagytok felszerelve, mire tudunk számítani? Mert ha bejönnek ide a csapatok, amikor már nem csak parancsnoki struktúrák lesznek itt, azoknak a katonáknak enni kell adni, azokat gyógyítani kell, azokat el kell látni. Minden adásban szoktunk szavaztatni ilyen közönségkérdést feltenni, úgyhogy ha ön is beleegyezik, akkor az lenne a mostani kérdésünk, hogy szerencsésnek tartaná-e, ha Magyarország közvetlenül határos lenne Oroszországnak. Ez így korrekt kérdés. Hát ez az, az önkérdés. Igen, de, nem így, ég, de hogy, szem, hogy, az... hogy, 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 hogy így, ha így fogalmazzuk meg a kérdést, az megfelel, mert azt sem akarom, hogy úgy érezzük, kíváncsi mit fognak a hallgatók felszerelemét. A uh -huh. komment falon most pont olvasom, hogy más logika alapján, de egyetértek Türmer Gyulával, nem lenne baj, ha itt lenne Oroszország mellettünk. Szerencsésnek tartja-e, hogy Magyarország... Közvetlenül határos legyen Oroszországgal. Akkor most elindítom a szavazást, és nagyon kíváncsi leszek a végeredményre. Na beszéljünk akkor, ha már így a katonáknál tartunk, Magyarországnak a NATO tagságáról. Vannak, akik azt mondják, hogy Evidencia az, hogy a nato a tagjainak kell lennünk, egyszerűen nem tehetünk mást. Kicsi ország vagyunk, kis gazdasággal, be vagyunk ékelve ide Európa közepére, ezt nem lehet máshogy megoldani. Ugye amikor volt a NATO szavazás, akkor tudom, hogy önök például kifejezetten a nemre buzdították az embereket. Hogy látja, hogy látta akkor a NATO-tagságunkkal kapcsolatos kérdéseket, és változott-e akár az álláspontja, akár bármi más mostanra? 1956-ban, amikor a szocializmus ellen föléptek itt különböző erők, és végbe ment, amit ma forradalomnak neveznek, akkor ennek a jelszava a semlegesség volt. Semlegesség. Nem az, hogy szaladjunk be a nato a nato akkor létezett, hanem semlegesség. És ebbe a magyar politikai erők egyetértette. Ma azok a politikai erők, akik elődjüknek, szellemi politikai elődjüknek tekintik 56-ot, azok meg azt mondják, hogy NATO. Tehát szeretném erre az ellentmondásra szíves figyelmüket felhívni. A második dolog, a NATO sohasem volt védelmi szervezet. Tehát aki 99-ben lerohant a Jugoszláviát, a nem lehet azt mondani, hogy, hogy védekezett. Tehát a is nem indított háborút az amerikaiak, meg a NATO ellen, meg, a, meg az afgánok sem, meg, a, meg az irakiak sem, meg az összes többi. Hát, a Jugoszlávia háború miről szólt? Az egy emberi jogi kérdés volt, egy ö, diktátornak a felszabadít, a diktatór hatalma alóli felszabadítása a térségnek, a kisebbségi kérdésnek, a békefenntartással történő rendezés. Most próbálom a azokat a, cím... igen, igen, próbálom azokat a címszavakat előhozni, amiket így akár a történelemkönyvbe, akár úgy általában magabra szedtem. Nézd, itt is félrevezették az embereket. Azt mondták, hogy Koszovóba azért kell bevonulni, mert rengeteg tömegsír van, mert a szervek gyalázatosan gyilkolták az albánokat. Aztán bevonultak, kiderült, hogy nincsenek ilyen sírok. Ahogy azt mondták, hogy be kell vonulni Irakba, mert a tömegpusztító fegyverekkel gyártanak, bevonultak, kiderült, hogy nincs. -e. Tudták, hogy nincs. A Balkán miért kell? Mert a Balkánnak stratégiai jelentősége van. Ugye, aki a magyar történet ismeri, tudhatja, mielőtt Hitler 1941-ben neki a szovjeteknek, tehát a legnagyobb kalandot vállalta. Ugye 30 ben mit csinált? Lerohanta. Jugoszláviát. Teleki Pál, ugye, aki miniszterelnök volt akkor, értette azt a disznóságot, hogy mi egyik percben végét akarunk a jugoszlávokkal, utána meg odállunk Hitler mellé, és főbelőte magát. Hát ma is lenne néhány politikus, aki kézbe tartatná pisztolyt, mert megsértjük az alapvető érdekeinket. Tehát a Balkán nélkül ugyanezt történik egyébként Északon is, hát itt Norvégiát, meg Finnországot lerohanta ahhoz, hogy meg tudja támadni a Szovjetuniót. Hát ugyan ez, a szemünk látára. Ezt kell elkerülni bármi áron. Mindjárt visszatérünk a netura de azt én nagyon nem értem, a nagyhatalmi milyen béke projektekben, a békét nyilván idézőjelbe teszem, hogy oké, okay, bemennek, meg megcsinálják ott a káváriát, de aztán meg nem raknak tartós rendet. Hát ezt láttuk Afganisztánban, a táliboknál, ezt láttuk Irakban, az iszlám állam kapcsán. Szerintem a balkáni helyzet a mai napig nem oldódott, meg ezt látjuk most a különböző Koszovó, Szerbia, Bosnia-Hercegovina és az összes ilyen vitákban. De itt, mintha nem látnék különbséget egyébként az orosz meg az amerikai félnél sem, hogy kinyitnak ajtókat, generálnak konfliktusokat, de utána nem tud, mintha azt nem tudnák megoldani és valóságosan lerendezni. Az amerikaiak biztos, hogy nem akarják megoldani. Hát, ha a Balkánon meg akarták volna oldani, akkor nem hagyják a hercegovinát az Európai Unió gyarmataként. Akkor nem csinálnak Koszovóból, ugye az ENSZ által Jugoszlávia vagy Szerbia részének elismert országból önálló államot. Nem, ők direkt csinálják ezeket a feszültségeket. És ugyanaz Afganisztán, meg az összes többi bevonul aztán. Most ez is mutatja, éppen a legnagyobb tapasztalat ennek a háborúnak az, hogy hogy a második világháború után létrejött intézményrendszerek, NATO, Európai Unió, összes többi, nem képesek kezelni a mostani problémákat. De ez békés úton kell megoldani, és nem úgy, hogy egymás torkának esnek. Közben jött egy ilyen komment, hogy nem voltak tömegmészárlások és sírok a jugoszláv háborúban. Nettó történelem hamisítás, amit most Tűnmer Gyula előad. ne higgyenek mindig a propagandának. A háborúban mindig vannak áldozatok, ami nem igaz, hogy a szerbek tömegével gyilkolták volna a környező országok, vagy a környező népeket. Hát ez, ez, egyszerűen nem igaz. Tehát azért kellett ezt elfogadtatni, hogy utána a jugoszláv vezetés tágában lehessen citán, és az amerikaiak diktálhassanak a Balkánon. Ugye most ezt láttuk azért például Bucsa esetében, nekem tényleg nem tisztem, hogy eldöntsem, hogy mi történt Bucsában, de hogy ugye Neftali benet izraeli miniszter volt izraeli miniszterelnök elmondta, hogy már tárgyaltak az oroszok az ukránokkal, nagyon szépen egyeztettek, és aztán Boris Johnson elutazott Kievbe, beszélt Zelenszkivel, és ezt követően ugye bucsára hivatkozva mondták azt az ukránok, hogy ott az oroszok olyan háborús bűnöket követtek el, hogy innentől nincs tárgyalás a fegyverszünetről meg a békéről, és láttuk, hogy eszkalálódott a háború. Most ugye Milosevic kapcsán is említette Hágát, most látjuk, hogy Putyint is, ha tehetnék, akkor akár a hágai nemzetközi büntetőbíróság elé citálnak. Csak azért nehéz, ezeket a kérdéseket megnézni, mert ugye én is mindig ilyen óvatosan teszem fel a kérdést, hogy bucsában például mi volt, mert mégis csak ember életekről van szó. És ugye a jugoszláv háború, és hogy volt tömegsír, nem volt tömegsír, bucsába volt tömegmészárlás nem volt, hogy ezeket a kérdéseket ugye nagyon nehéz úgy feltenni, hogy valakik ne kezdenének el moralizálni. Miközben nyilván reálpolitikailag meg egy csomó ö, a mára is érvényes következményei vannak annak, hogyha ezt nem próbáljuk meg valahogy objektíven megközelíteni. De ezt nem a nem ezt a kérdést kérdés. kell föltenni. Azt a kérdést kell föltenni, hogy Johnson miért megy oda Ukrajnába, és amikor már békefele mennének a dolgok, amikor már az ukránok is leülnének tárgyalni, akkor miért rohanod oda és miért megy az, hogy gyerekek, stop, nem lehet tárgyalni. Miért? Azért, mert Angliának, Nagy-Britániának az az érdeke, hogy véletlenül se legyen ebbe a térségbe béke. Hát amikor azt látták, hogy a németek és az oroszok ugye egymással kereskednek, és van egy értelmes együttműködés, akkor nekiestek. De ez meg is a 19. század, amikor Andrási Gyula magyar miniszterelnök és monarchia külügyminiszternek segítségével összejött a három császár szövetsége, az osztrákok, a németek és az oroszok, akkor az angolok voltak az elsők, hogy gyerünk, akkor robbadjuk ezt szét, mert ez nekik nem jó. Hát most ugyanez a politika folyik. És ez nagy baj, hogyha mi ezekre hallgatunk. Nem, nekünk itt van az érdekünk, és Közép-Európának az az érdeke, ezt a háborút minél előbb kell fejezni. És befejezni csak úgy lehet, hogy az oroszokkal megegyeznek. A szavazásunk egyébként úgy el, hogy már több mint 250 szavazat érkezett, és a 60 szerencsésnek tartja, hogy Magyarországnak közvetlenül határa legyen Oroszországgal, és 40 pedig azt mondja, hogy nem a szavazás jelenlegi pillanatában, úgyhogy egyelőre az önálláspontja élvez többséget. Én örülök, hogy az emberek gondolkodnak. Hát ténylegesen erről van szó. Kellene kidag, kellene kapuk, kellene útvonalak a Hát nem beszélve arról, hogyha ha közvetlenül kapcsolatban lennénk, akkor mennyivel könnyebb lenne kereskedni. Így nagyon nehéz. Hát nem kellene Törökországon keresztül hozni. Nem kellene tranzitdíjat fizetni lenne Ukrajnán. Hát ezek mindig az dolgok. Visszatérve a nato hogy ugyanezt a beszélgetést lefolytattam ebben a stúdióban párakkal, és mindig az volt a konklúzió a hallgatók részéről, hogy Azért van szükségünk a nato mert így legalább a körülöttünk lévő országok részéről kevesebb a fenyegetettség, ha mindannyian a NATO tagjai vagyunk. Érdekes módon első körben mindig Ukrajnától szoktak tartani, hogy Ukrajna bármikor lerohanhat minket, és egy ilyen helyzetben bizony jól jön a NATO-nak a, a, NATO a, a támogatása. Ez egy frajdi elszólás volt, de támogatása. A ukránok már lerohantak bennünket, hát nézzen már körül. itt rohad sok ukrán gabona. A magyar kormány behűítette az Európai Unió, azt mondta, hogy majd hozzuk ide a gabonát, építsük át záhonyt, úgy, hogy könnyebb legyen, ne legyenek vámok. Aztán mi történt? Nem Angliában, meg Franciaországban, meg Németországban vitték az ukrán gabonát, hanem ide, ide. Itt fertőzik a magyar embereket, itt teszik tönkre a magyar gazdaságot. És akkor még nem beszéltem ugye az úgymond a ide érkező nap Pont a tízezer ukrán jön, jön ide. És ezek nem csórok, Hát nézzen már körbe, hogy milyen autók állnak a, a városba. És, és ezek a magyarok pénzét De azért ez el még nem egy fegyveres konfliktus, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk -e a ukrán állam, vagy egy ukrán nacionalista csoport fegyveres támadást hajt végre Magyarország területén, miközben látom, hogy a hallgatóinkban egy állandó dilemma ez, hogy vajon megtörténhet-e egy ilyen forgató. Soha nem volt ilyen a történet. Soha a Ukrajna nem támadta meg Magyarországot, és ukrán-magyar konfliktus. Nincsenek területi vitáink. A magyar és az ukrán nép között ilyen, ilyen problematika nincsen. Az, hogy az ukrán nacionalista politika folyik, a sajnálatosan érinti a kárpátai magyar és ezzel nem tudnak mit csinálni. Ez egy rossz dolog, ez egy rossz dolog. De nem csak őket érinti az orosz kisebbséget, meg mindenki mást. És ebben megint az Európai Unió, meg a, a NATO felelőssége. Mert miért nem szólnak oda? Miért nem szólnak oda? Hogy ha vannak európai normák, akkor mondjuk Lettországban a lakosság 30%-a orosz, azok jogait miért lehet lábbal tiporni, és miért nem szól az Európai Unió? Milyen vagy? jogokat tipor egyébként lett ország, hát, ország, az nem, orosz nem, nem beszélhet, nem. ha buszon megszólal oroszul, akkor föl lehet jelenteni. Hát ez, ez fog most bekövetkezni Ukrajnába is. És mit csinál a NATO, mit csinál az Európai Unió? Semmit, semmit. Tehát ez nem véd meg, nem véd meg bennünket. Sőt, ellenkezőleg a NATO tagság az kötelezettséggel jár. És az azt jelenti, hogy ha a Romániába verik a magyarokat, akkor na, nagyon nem tudjuk szóvá tenni, mert hát ugye ők is NATO tagok. Ugye? Tehát egészen másik tere, ez nem jó, ez nem jó. Tehát itt ebbe a térségben történelmi konfliktusok és problémák vannak, vannak magyar nemzeti érdekek, a magyar nemzeti érdek az is, hogy a magyarok ebbe a térségben normálisan éljenek. És ezt a NATO nem segíti, sőt, bizonyos értelemben akadályozza. Ja, azért nehéz erről beszélgetni, mert nem tudjuk, hogy milyen lenne NATO nélkül. De ön szerint rosszabb? Hát, Vagy e, először is voltunk NATO nélkül, ugye amikor 91-ben megszűnt a Varsói Szerződés, akkor 99-ig, ugye 8 évig NATO nélkül voltunk még akkor is, hogyha beléptünk ugye a partnerségi programmal, már, már ugye idengettük a taszára az amerikaiakat, meg a bosznia hercegovina ellen induló külföldi csapatokat, de nem voltunk a, NATO tagjai. És sokáig úgy nézett ki, hogy nem is leszünk, hát a NATO nem akarta. És mi történik? Fölvesznek bennünket márciusba, ünnepeljük, Orbán Viktor tapsol, és utána két hét múlva NATO megtámadja Jugoszláviát. Ez a Bennünket is tudatos időszítés lehetett így? Hát biztos, hát persze. Magyarország területe kellett. Hát akkor az összes vasutak, a, a légi közlekedés, a magyar terület, hát itt, itt magyar területen képezték a Jugoszláv ellenzéket, a, a terrorista szervezeteket, a magyar a fegyvert szállítottak. Itt voltak az amerikaiak óriási erőkkel. Az a terület kellett, ami, ami itt van. Egy dolgot sikerült hogy nem volt ugye szárazföldi háború, Magyarország területéről nem indult háború. Én akkor kime én voltam az egyetlen magyar politikus, aki a háború idején kiment Milosevichez. És azt mondta Miros. nézze meg, itt van ez a térkép. Ha megtámadnak bennünket szárazföldön, is, ez Magyarországról mehet, akkor nagyon sok szerb katona fog meghalni. De mondja meg otthon, hogy nagyon sok magyar is. Én megmondtam otthon, akinek kellett, ez rajt, ez Szerencsére nem volt ilyen, ilyen háború. De lehet, hogy most Ukrajna esetében ezt nem sikerül elkerülni. Hát össze kellene fogni háború ellen. Jött egy ilyen komment, hogy Magyarország NATO-tagsága egy valamitől védi meg Magyarországot, magától a NATO-tól. <laughs> ha már a milosevic történő találkozóját említette, akkor ha jól tudom, akkor személyesen találkozott más, akár jelenleg is regnáló vezetőkkel, kik azok, akik most ugye a legizgalmasabbak? Hát mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy Magyarországot segítsük a népi diplomácia eszközeivel, úgyhogy itt a közvetlen környezetünkben mondjuk Belorusz említeném. A elnök úrra. Lukasenko elnök úrral. Lukasenko, én több alkalommal is S találkoztunk. Mi Hát nézd, azt mondom, hogy egy okos, értelmes a néphez közel álló politikus. Ha nem ilyen lenne, akkor 2020-ban Nyugat meg tudta volna buktatni, de nem tudta. És nem azért. De akkor ön ott... komolyan elhiszi azt, hogy ilyen arányban szavazt, tehát hogy nem volt választási csalás ott, és az embereknek, nem tudom, 80-valahány százaléka tényleg. Nem, nem. Nézze, Belarusban az emberek jobban élnek, mint a ukránok, vagy néhány más volt posztszocialista ország. Lehet, hogy a lengyelek jobban élnek, de annak megfizetik az árat. És ezt tudják. Belorúzban rend van, tisztaság van, Ö, a nyugdíjkorhatár nem olyan magas, mint ugye Franciaországban, vagy a többi helyen, Ö, olcsó élet van Belarusban, és ezt az emberek értékelik. És értékelik azt, hogy érve szépen ez az ország békében él. Hát, és ide... akkor nem igaz az, hogy ott az ellenzék három helyen van, külföldön, föld alatt, meg börtönben. Minden országban ugye az alkotmány elleni fellépés az bűncselekménynek számít. Az ellenzékért ellenzék Az nem ugyanaz, mint hogy alkotmány ellen. Hát az alkotmányos rend ellen való fellépés a választások után az ellenzéki politikus Az ellenzék lenne. az utcára vitte az erőit, ezzel hogy az alkotmányos rend ellen lázított. Ráadásul külföldi segítséggel, hát, ha visszaemlékszik, annyi piros-fehér zászlót nem lehetett vagy Belorusba kapni, amennyit oda behoztak. Tehát ezt valahonnan külföldről behozták. Ezek kiszorultak, ugye most Litvánia tartja el őket, az amerikaiak tartják el őket, de látszik, hogy, hogy, hogy nincs erő. Tehát nem ismerik el, hiába csináltak egy külföldön lévő átmeneti kormányt, a kutya nem ismeri el őket, mert hát tudják, hogy Lukasenko a biztosíték annak, hogy Belarus jó irányba menjen. És de például, hát amikor csak. elmegy Lukasenkohoz, akkor ott beszélgetnek arról, hogy milyen a világnak a jelenlegi állása, hogy alakulnak a geopolitikai folyamatok, és hogy ebben hogy látják akár Magyarországot, akár Fehér-Oroszországot? Én elmondom magának, remélem sokkal nem hallják, ugye? Végülis most csak 1170-en nézik élőben. Igen, akkor akkor azt mondja, nézze. ha a nyugat erőlködik, és nyom bennünket, akkor belehajtanak bennünket az oroszok és a kínai a karjaiba. És ez történt. De nem lett volna, tehát hogy ha nem, akart, nem, tehát hogy nem ők nem -e, ilyen mértékű szövetséget, meg, 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 meg elkötelezettséget Ezt nem mikor akartak. Ezt mikor mondta egy évben? Ezt 2020-ban mondta tehát nem Nekem, tehát két évvel, vagy választások után, mikor kint jártam nála. Tehát ez, egy, ez egy, ez egy tény, és azt mondja, hogy mi békét akarunk és, és valóban minden jel arra, hogy békét akarnak. És ezt én megértettem nálát, a beloruszok a második világháborúban a egyharmadát elveszítették. 9 millió emberből 3 millió meghalt. Tehát nincs olyan belorusz, aki háborút akarna. Tehát ezt ők nagyon, és nagyon örültek annak, hogy van Magyarország, aki bátran kimer állni az Európai Unió diktátuma ellen, és ilyen értelemben sors közösségünk van. És örült annak, hogy a magyar munkáspárt segíti építeni a magyar belorusz kapcsolatokat. És azért a magyar miniszterelnök elment oda, Szijjártó elment oda, ezek, ezek fontos dolgok. Hát nekünk nincsenek történelmi vitáink belorusszal, együtt kell vele működni. És ugyanezt mondom Kínáról is. Hát, én szerintem én jártam először 90-ben Kínába, akkor ez még hazárulásnak számított, és darabokra szedett az akkori sajtó. Aztán utána elment Jeszenszky, Géza is, meg mindenki elment, és rájöttek arra, hogy Kínával nagyon komolyan kell együttműködni. És Kína Magyarország számára az egyik menekülési út, és ezt nekünk komolyan meg kell csinálni. És itt ugye nem csak arról van szó, hogy a háborút abba kell hagyni, mert ez egy katonai döntés meg fog születni, hanem milyen béke lesz a háború után, hogy sikerül -e megoldani azt, hogy a mostani intézményrendszerek nem jók, és egy másikat hozni helyette, hogy sikerül -e azt a világot, ahol az amerikaiak uralkodnak megváltoztatni, úgyhogy valóban egy együttműködésre épülő világ legyen. A kínaiak azért jöttek ide, azért ment el a Xi Jinping Kínába, azért beszélt mindenki, hogy ez megvalósuljon. Azt hogy tudja önmagában feldolgozni, hogy mondjuk ön, baloldali emberként előbb talál közös pontokat, amennyire figyelem a Fidesznek a külpolitikájával, a keleti nyitás, akár a Kína politika, akár a rossz politika, mint ahogy azt egyébként a baloldali, magukat baloldalinak nevező pártok teszik. Én vallom, meggyőződésem, hogy a nemzet biztonsága, békéje az nem pártkérdés az nem baloldal, nem jobboldal, nem marxizmus, nem konzervatív, nem liberalizmus, az nemzeti kérdés. És én azért azt találnám fontosnak, hogy ugye itt voltak ezek a békemenetek. Én innen hívom a békemenet szervezőit, hogy csináljunk egy új békemenetet. De ne a Fidesz választási támogatására, azt majd akkor, amikor szükség lesz, hanem teremtsenek egy békemenetet, ahol mindenki ott lehet, aki békét akar. Hát nézze meg, milyen furcsa az ön műsorában, ugye itt van Földi László, Gábor és sok mindenki más, aki ugyanazt mondja nagyjából, amit mi is mondunk, de mégse tudunk egymásra találni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Egy Bár ki... én pont Magyarország esetében érzem azt, hogy talán abban nincs vita a társadalom, most nyilván az, hogy egy-egy véleményvezér mit gondol az más, de hogy a társadalom szempontjából abban nincs vita, hogy békére van szükség, és hogy nem háborúval lehet békét teremteni, hanem az a megáll a háború. Ide egy felvetés viszont hadd mondjak, hogy Ungár Péter volt nálam múlt héten, és ő azért azt jogosan vetette szerintem fel, hogy ö, hát végül is a Minszki megállapodás is egyfajta tűzszünet volt, és hát látjuk, hogy nem lett túl jó a vége. Tehát, hogy vajon lehet-e olyan békét vagy tűzszüneti megállapodást kötni, ami akkor viszont garantálja azt, hogy normalizálódik ténylegesen a helyzet a térségben. Ez két különböző dolog, hogy ezek összekeverik. Tehát van egyszer egy tűzszünet, amikor abban marad a háború, és aztán utána van egy béketárgyalás, amikor megállapodnak arra, hogy milyen lesz a világ a háború után. Most aki ma azt mondja, hogy igen, mi békét akarunk, de olyan békét, hogy Oroszország ne legyen győztes, az hülye. Hát ez, ezt nem lehet megmondani. A, két hadakozó fél, Amerika és Oroszország, akkor fogja a háborút abba hagyni, amikor fölismerik a vezetőik, hogy nem tudják megnyerni a háborút, nem tudják megvalósítani azt, amit akarnak. És akkor leülnek. És akkor leültetik az ellenckét is, ha nem előbb nem döntik meg. És akkor leülnek a tárgyalni. És akkor jön az, hogy na akkor mi maradjon a hol maradjanak oroszok, meg hol nem maradjanak, mekkora legyen, kit ismerjünk el, és mit ne ismerjünk el. Tehát ne, nem elég csak békét akarni. Ez egy nagyon fontos dolog, de egy reális békét. És mindenképpen olyan békét, hogy itt a, az oroszokat egyenlőgú partnernek tekintjük. Tehát úgy nem lehet tárgyalni, hogy, hogy, azt mondjuk, hogy a Putyin tartóztassák le, és akkor hívjuk ide Magyarországot, és akkor be a rabkocsiba, azt vigyük ki Ágába. Ezek butaság, butaság. Úgy lehet, hogy egyenjogú félként és biztonságban te. A magyar kormány nagyon sokat akar ennek az érdekében, csak én nagyon félek, hogy egyedül maradnak. Ahogy Horti egyedül maradt 44 ben és nem tudott kiugrani a háborúból. Ugye egyedül maradhat a mostani vezetés is. Most segíteni a nép tud neki. A nép meg akkor tud segíteni, ha Orbán Viktor mondjuk béke menetre hívja mindazokat, konzervatívokat, értelmiségieket. Ön például kimenne egy Orbán Viktor által szervezett békemenetre, ami arról szól, hogy béke legyen és elérjen véget. Én ne elmennék, persze, vinnénk az egész pártot magunkkal, és mindenkit biztatnánk, hogy, hogy menjünk, mert ez nemzeti érdek, nem, nem párt érdek, meg nem marxista érdek, meg, meg, meg. Az, hogy milyen lesz a társadalom száz év múlva, azt majd történem eldönti. Ezekről kárvitatkozni, arról is kárvitatkozni, hogy mi volt 50 éve, Éve, száz éve. Ezek fölösleges dolgok, amikor az életünkről van szó. Tehát azt kell megérteni, hogy ha nem sikerül a világháborút elkerülni, ha netán itt atombomba lesz, akkor, akkor itt a vég. És ugye nem menjünk bele abba a játékba, hogy, hogy lehet ugye taktikai atomfegyvereket bedobni, és az nem olyan káros. Hát ha pápára ledobnak egy harcászati atombombát, avval jobban járunk, mint a Budapestet rombolják szél. Hát ezek, ezek mind veszélyek. Jött közben egy ilyen komment, hogy a kormány sokkal többet érne tűrmers szakértelmével, mint a jelenleg is regnáló tanácsadókkal. 8-10 nyelven beszél, nemzetközi doktoricis szerzett politika szakon stb. Tényleg 8-10 nyelven beszél? Hát sok nyelven ezek. A számoljuk össze, erre kíváncsi vagyok. Tessé? Számoljuk össze, erre számoljuk. Nézd, ugye Démetet kezdtem a általános iskolába, és azt mind a mai napi orosznál. Gimnáziumban az angol és az orosz, az orosz, azt még ugye a moszkvai tanulmányom során is felerősítettem. Aztán, amikor hazajöttem, akkor hát kellene valami nyugati nyelvet tanulni, hát mi a indogármány elvek közül a legegyszerűbb próbáljuk meg az olaszsal. Úgyhogy az olasz is elég jó, aztán utána jött, jött a, spanyol. Moszkvában pedig japánul tanultam. és ez hat. És a japán ismeretében akkor úgy éreztem, amikor már elkezdtünk itt a rendszerváltás után Kínába járni, hogy na, ismerősek ezek a karakterek, hát legalább olvasni tanuljak meg, úgyhogy ma én szabadon olvasok kínaiul. Aztán, amikor 90-es években a jugoszlávoknál jártunk, akkor akkor megtanultam szerbül. Miroslaviccel először angolul beszéltünk, aztán másodszor már szerbül és és aztán így tovább. Sokkal közelebb kerül az ember az ő világukhoz, hogyha. Köszönöm, nyolc nyelve, hogy számolom. Ö, azon gondolkodtam most mert egy ideje, hallgatom, mint, hogy vajon, hogyha annak idején nem, egy kommunista pártot alapít, aminek azért Magyarországon mégsem cseng olyan jól a neve, bármit is gondol a világról, akkor nem lehet, hogy valami sokkal nagyobb politikai karriert csinálhatott volna? Nézd, politikai karriert lehet csinálni, hogyha az ember félretesz mindenféle erkölcsi meggyőződést. Én másokszor elmondtam, hogy reggel büszkén szembenézek magammal a tükörbe, nem kell szembeköpnöm magam, nem árultam el senkit, nem csaptam be senkit, nem loptam, nem, nem korumpálottam. Ez egy olyan erkölcsi érték, ami... Én azt gondolom, hogy sokan, akik egykori társaim közül nagyobb karriert, vagyok hát mondjuk több pénzzel járó karriert futottak be, azok valahol erkölcseengedményt tettek. És nem Én frusztrált azt... egyébként, hogy mondjuk azt látja, hogy lehet, hogy ő nem is beszél egy nyelvet sem, meg még az egyetemen kisbukott, meg nem tudom, és hogy ő nagyon jó pozícióban vagy, vagy sokkal sikeresebb politikus, sokkal több szavazata van, ön meg már évtizedek óta küzd a kis pártjával, általában nem sikerül olyan túl jól, miközben azért most is látom, hogy egy csomóan meg egyetértenek önnel, hogy, hogy az nem rossz érzés? Nem, ez, én nem törődök azokkal, akik másként teszik. Én azt gondolom, hogy nincs szebb feladat, mint ezt a pártot vezetni. Ez egy tisztességes, becsületes párt, és én annak örülök, hogy 30 év után a magyar társadalomban nagyon sokan eljutottak odáig, hogy rendes magyar emberek vagytok, tisztességesek vagytok, becsületesek vagytok. Most még nem szavazunk rátok, de majd ennek is eljön, a, eljön az ide, és én hiszem, hogy ez az idő is el fog élni. Na, a pártpolitikáról visszatérve Fehér Oroszországhoz még egy kicsit, mert ugye most friss hír, hogy Putyin bejelentette, hogy fontolgatja, hogy taktikai nukleáris fegyvert telepítsen Fehér Oroszországba. Ön szerint miről szól ez a történet? Hát mindig vissza kell menni, hogy mi volt előtte. A Lengyelország területén vannak olyan rakéták és olyan repülők, amerikaiak, amelyek alkalmasak nukleáris fegyverek szállítására. És ezek nem csak ott vannak, hanem így köröznek szépen, így az orosz vagy a beloruszi Lengyel határnál. Erre Lukasenko is felhívta a figyelmet. Most ha gondoljál, hogyha Lengyelországból fölnőnek egy ilyen harcászati rakétát nukleáris fegyverrel, az néhány perc alatt eléri az orosz területeket is, mert ugye nagyjából egy ezer kilométeres távolság gyorsan leküzdi. Az egész játék arra megy ki, ugye, hogy az amerikaiak közelebb kerüljenek Oroszországhoz, mert ha csak Amerika lenne és Oroszország, mire egymást elérik, az egy jó fél óra. De ha közelebb hozzák, hogy gyorsabban megy. Igen, ám, de eddig csak az amerikaiak hozták közelebb. Meg Texasban nem telepítettek, vagy Kubában rakétákat, mint ugye annak idején a kubai válság során, hanem. hanem a Belorussziában azért kellett, hogy közelebb kerüljen, és ez egy figyelmeztetés. Ha nektek van rakétátok Lengyelországba, akkor készüljetek fel arra, hogy három perc múlva Varsót rommá lehet lőni, ha így akarják, de Berlincsre ö, sincs olyan túlságosan messze. Nem azért telepítették orra, hogy támadjanak, hanem azért. hogy elrettentés. Ez egy, elrettentés. egy a... ilyen elrettentő üzenet? Védekező. Hát ö, olyan értelemben elrettentő, hogy ne használjátok azokat a fegyvereket, amelyeket ti már oda raktatok. Hát azért vegyük már észre, hogy azok az amerikai fegyverek ott vannak, ott vannak, régóta ott vannak. És a beloruszok meg az oroszok csak most reagáltak erre a kérdésre. Lukashenko ezt éppként még tavaly évelején felvetette a Putyinak, hogy lássák el a mi gépeinket és nukleáris fegyverek, és erre a Putyin nem mondott rögtön igent. Csak amikor látja, hogy az események bonyolódnak, és Amerika és a NATO egyre inkább fegyverkezik Oroszország ellen. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, most pont olvasgattam ilyen 2000-es évek elejéről származó cikket, ahol a nyugati újságírók arról írnak, hogy Putyin pszichopata, mert nukleáris fegyvereket szállít Európa légtere fölött. És hogy most is mindig azt mondjuk, hogy egy sarokba szorított Putyin az kellően bátor ahhoz, hogy bevesse az atombombát, és akkor elpusztul a világ. És ezzel párhuzamosan viszonylag kevesebbet beszélünk arról, hogy a nyugat hány nukleáris fegyvert szállít vajon, de ki lehet-e azt jelenteni, hogy a nyugat viszont átláthatóan és demokratikusan, demokratikusabban csinálja ezt Putyinhoz képest, és hogy lehet-e azt mondani Putyinra, hogy pszichopata, ismét felteszem azt a kérdést, hogy kell-e félni Putyintól? atomfegyver beletni nem lehet demokratikus alapon, erről nem szavaznak. Senki nem szavaz. Ez az ország. Érdekes vezetése. népszavazás <laughs> lenne egy. vezetése eldönti, hogy bedön, vagy beveti, vagy nem veti be. Szerencsére eddig mindkét oldalon úgy döntöttek, hogy nem vetik be. És ennek több oka van. Egyrészt, hogy Hát Hiroshima óta senki nem látott még atombombát csak kísérleti formában. Tehát nem tudni, hogy ma egy atombomba, egy atomfegyver kicsi vagy nagy, az milyen következményekkel jár. Nem tudni. Tehát nem próbálták ki. És nem tudni azt sem, hogyha bevetik, akkor utána mi történik. Na most gondolja, hogyha mondjuk pápát vagy Budapestet szétrombolja egy atom támadás, vagy Debrecen, ahol ugye erők vannak, akkor utána mi lesz? akkor hogy fog ez az ország élni? Mi lesz ezzel a térséggel? Na most mivel ezt nem tudják, ezért egyelőre egyik fél sem kockáztatja, és ez jó, és tegyük össze a kezünket, hogy ne is következzen be. Olyat mondani, hogy egy orosz vezető pszichopata lenne, hát ugye akik ezt mondják, nem ülnek ott mellette és nem tudják, hogy ő nem tudják kitalálni azt, hogy beteg vagy nem beteg. Szóval, ha egyáltalán bármilyen betegsége egy vezetőnek van, azt száz titkot képezés senkinek nem mondják meg. De azt gondolom, hogy amit látunk, amit tudunk, az egy egy józanul gondolkodó vezetőnek a, a lépései. És Oroszország ebben a háborúban nagyon sokat változott. És itt nem Putyin akar háborúzni, nem tessék megnézni az orosz forrásokat, ma az orosz nép megértette, hogy itt róluk van szó, hogy őket akarják elnyomni, hogy az amerikaiak az ő egyéni tulajdonságaik, az orosz létüket, a vallásukat, a, a szokásaikat akarják eltiporni, és ezt nem akarják. És, és azért Veszélye a vörözzászlót, és azért mondja, hogy igen, hát a szovjetnó idején ez, ez másként volt. És, és ebbe az irányba mennek el az emberek. Ugye hát van... most többségben vannak a háborús pártiak? A háború pártiak egyébként még ugye Putin sem feltétlenül szokták odasorolni. Hát háború van, a kérdés az, hogy a társadalom támogatja Azt látom, különböző forrásról az orosz nép zöme, igen, azt mondja, meg kell védeni Oroszország függetlenségét. Ez nem háborús ő párt, béke ő párt, békét és függetlenséget akar. Nem ő támad rá a nyugatra, nem ő akarja a nyugatot. Putyin indította el ezt fordít. a hadműveletet. Tehát ugye ilyenkor jön a kérdés, hogy ezt tudom, hogy nagyon buta meg elnaív kérdés, de hogy ez diplomáciával, vagy az mert talán nem annyira elnaív kérdés, hogy manőverekkel, akár a Krímhez hasonlóan nem lehetett volna egyszerűbben megoldani? Egyrészt volt tárgyalás, ami elvezetett a, a Minszki megállapodásokhoz. Nem az oroszok nem tartották be, hanem többiek. A Minszki megállapodás része az is volt, hogy a keleti tartományok különleges státusz fognak érteni. Az Arenczki erre nagyiben tett. Más szót nem mondjak. Tehát nem, nem fogos. A nyugat ezt megtűrte. Hát ez, az, ez is a háborúhoz vezetett. Ezekben az akár a Dombasz térségében, akár körülben azért nem lehet úgy tenni, hogy egy népnek ne legyen önrendelkezési joga. Ugye, hát, amikor, ha holnap mondjuk Székelyföld lakossága azt mondaná, hogy kérem szépen népszavazást tartunk, törvényes népszavazást, és Magyarországhoz akarunk csatlakozni, akkor azt mondanánk, hogy foly gyerekek, hát ezt, ezt az Orbán találtak ki, ez micsoda disznóság, hát ilyet nem lehet. Tehát nem mondhatnánk. Tehát minden népnek van bizonyos határok közötti önrendelkezési joga, és én szerintem ott ez, ez történt, és ezt tisztelt be kell tartani de ettől még le lehet ülni, és, és, és tárgyalni kell. Ön szerint lesz egy ilyen pont? Tárgyalás? Igen. Akkor ez tárgyalás, amikor mindkét föl fél felismeri azt, hogy ezen az uton nem tud újabb eredményeket elérni és azért nem tudja az egyik a másikat legyőzni, mert egyiknek sincs csoda fegyvere. Tehát, hogy Hitlernek nem volt, ugye, amerikaiaknak sincs. Tehát, ami az egyiknek van, az többnyire van a másiknak is. Vagy ha még nincs, akkor perceken belül majd lesz. Tehát ma jelenleg ez a tört. Most folyik a, ugye az anyagi háború. Most azt nézzük meg, hogy, hogy ki tud többet, több katonát, több fegyvert, több hadépart mozgósítani. Hát ki fog derülni majd, hogy, hogy melyik. Én szerintem nem az amerikaiak állnak ebben jól. Ugye a második világháborúban Hitlerre dolgozott egész Európa ipara, és mégis a szovjetek nyerték meg a háborút. Ez megismétlődhet ma is. De lehet, hogy elérkezik a pillanat, hogy felismerjék, hogy nem megy. Ebbe a kínaiak nagyon sokat tudnak segíteni, mert az is világos, hogy, hogy Kína békét akar, Kína nem akar ebbe a háborúba beszállni, semmilyen érdeke nem fűződik hozzá, tehát megpróbálja a feleket asztalhoz ültetni, és örüljünk annak, hogy Kína nem egyszerűen egy, egy béketárgyalást akar, hanem egy új világot teremteni, és ez az új világa mi érdekünk. Hát ezért az új világért kéne békemenetbe kimenni az utcára. Viszont nem tartja szélsőségesnek azt az álláspontot, hogy minden, ami orosz meg kínai, az jó, az egy béke, békés, szabad vagy gazdaságilag fejlődő, prosperáló világ, és minden, amit a nyugat kínál, az meg egy rossz és, és euh, halott és kapitalista és, és gyilkos világ. Én ezt egy szóval se mondanám, hát Marx is felismerte annak idején, hogy a kapitalizmusnak nem csak rossz oldalai vannak, hanem a kapitalizmus a fejlődés forrása. Csak a kapitalizmus lényege a haszon, a nagyobb profit, és ennek alárendel mindent. Tehát inkább vállalja a háborút, mert a hadiparnak van profitja. Hát ez az, ami a kapitalizmusban elfogadhatatlan is rossz. Nem az emberről szól. Mi meg azt akarjuk, hogy ez az emberekről szóljon a világ, és, és őértük teremtsük meg a békét. Jött ilyen hallgatói kérdés, hogy Putyinnal is találkozott? Putyinnal sajnos nem. Sajnos nem, de az orosz politika élet más vezetőivel és parlament második legnagyobb pártjával, a orosz federáció kommunista pártjának vezetőivel több alkalommal is. Tehát ismerem azért a gondolataikat és nézeteiket, de nem találkoztam személyesen. És van még olyan, akit mi is ismerünk, és találkozott vele, és izgalmas? Hát a kínai vezetők közül sokat, ugye most nem régen halt meg Jiang Zemin, aki a 90-es években volt kínai vezetője, fogadott engem. Hu Jintao még él, aki elődje volt Xi Jinpingnek, ő is fogadott engem, tehát őt is ismerhetik. És akkor is. rajva, hogy ő, tudják, hogy Magyarországról a munkáspárt, vagy a kommunista párt elnöke jön, és akkor ilyen legmagasabb szint, tehát hogy ezt ilyen béli pozíciója miatt? tehát, hogy így összetartanak a világunk A, a, a kínai ember másként gondolkodik, mint mi, ahogy itt Európában megszoktuk. 90-ben, amikor mindenki utálta Kínát, amikor blokád alá vonták, nem álltak vele szóba, akkor Türmer elment oda. És ezt soha nem felejtik el. Ők pontosan tudják, hogy mi egy kis párt vagyunk, de ezt nem felejtik el. Ugye most volt két március 15-én egy nagy online nemzetközi tanácskozás, több száz párt vett részt a világból, nem csak balsista pártok, hanem szociáldemokat, konzervatívok, liberálisra. Magyarországról három párt volt ott. Fidesz, az MSZP, meg a munkáspárt. A munkáspárt mindennek nevezhető, csak nagy pártnak nem. Mondjuk lassan az MSZP sem, de... Hát igen, de ugye Kínában úgy gondolkodnak, hogy a kicsiből lesz a nagy, ellenzékiből lesz a kormánypárt, és a tisztességes erőket, a tisztességesen segítőket pedig, pedig barátnak tekintik. Én büszke vagyok arra, hogy a két nagyok barátjuknak tekintenek. Na akkor a végére európai parlamenti választások lesznek jövőre. Mi a munkáspárt terve? Ahhoz, hogy az európai parlamenti választáson el tudjon egy párt indulni és listát állítani, ugye 20 ezer ajánlást kell összegyűjteni, ez nem könnyű feladat de ma kollégáinkkal vizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk, hogyan tudjuk ezt a 20 et elosztani, hogyan tudunk fölkészülni. Az európai politikába szívesen beleszólnánk, és szívesen elmondanánk a véleményünket. De akár lesz listánk, akár nem, a munkáspártnak az álláspontja az Európai Unióról világos, mi az Európai Uniót nem akarjuk, az Európai Parlamentet még végképp nem akarjuk, de azért akarunk oda bemenni, hogy egy kicsit belülről többi külföldi kollégánkkal együtt. Belülről bomlasztják a rendszert. Belülről bomlasztjuk, amíg van belőlük valami. És az önkormányzati választás? Ugye még annyit hogy az előzményekhez hozzátartozik, hogy az országgyűlési választásokon az igen szolidaritás mozgalommal, igen szolidaritás Magyarországért mozgalommal indultak közösen, aminek Szanyi Tibor az alelnök, és ő is rendszeresen jár nálam. Bár most, ahogy elnézem, például globális kérdésekben szerintem azért máshogy gondolkodnak. Hát az enyhén szóval másról, tehát hogy aki Európát támogatja Oroszország ellen, az nekünk nem partnerünk, Ugye mi azt mondjuk, hogy békére van szükség, meg kell egyezni Oroszországgal. Valóban a parlamenti választáson együtt indultunk, aminek egyszerű oka volt, hogy megváltoztatták a választási törvényt. Nem tudom miért, miért volt rossz az, hogy országos listállításhoz elég 27 egyéni jelölt, hát most felemelték 70 valamennyire, hát azt már egyedül nem tudtuk megugrani, megpróbáltuk ketten, nem ment, nem történt semmi, hát majd az önkormányzati választásokon természetesen ott vagyunk, hiszen most is van polgármesterünk, most is vannak helyi képviselőink, tehát a helyi politikáról van elképzelésünk és véleményünk is. Itt többen írják, hogy azt mindenképp kérdezzem meg, hogy a Horn a sétányról mi a vélemény? Én azt gondolom, hogy nem kellene senkiről utcát, teret, közteret elnevezni, aki az elmúlt időszakban politikai funkciót töltött be. Ugyanis hát nem tudjuk, hogy, hogy holnap mégis hogy fogják értékelni. Ugye a kínai miniszterelnök, hogy Chuan Light annak idén megkérdezték az 50-es évből, hogy tessék hogy látja a francia forradalmat. És azt mondja, hát ne vicceljen, hát még csak 200 év telt el, hát még nem tudok erő véleményt mondani fordulat lehet így is, meg úgy is. Itt én, én együtt dolgoztam vele, nem, nem adnék neki se szobrot, se, 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 semmit, de főleg azért nem, amit utána, mint magyar miniszterelnök tett. Hát kérem szépen az, hogy, hogy ma a multik uralják a kis kereskedelmet, hogy multinál vesszük a kenyeret, a húst, meg mindent, az az ő nem eladta az ő bűne, hogy az energetikát eladták és a Fidesz nagy nehezen visszaszerezte, az az ő bűne. Eladták az ország tényleg tartalékait, lényeges dolgait, hogy belevittek egy csomó disznóságba bennünket, az, ez, ezt nem lehet megbocsátani. A bokros csomagot se lehet megbocsátani. Elvettek az emberektől. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy, hogy várjuk ki, aztán majd egy idő múlva eldönti a társadalom. Utcát olyanról szabad elnevezni, aki, akiben legalább minimális közmegegyezés van. Kádár Jánosról nevezne el utcát? Edgár Jánosra nagyjából ugyanez igaz, hogy a társadalomnak ebben egyet kell valamilyen módon érteni hogyha egy szabad népszavazás lenne, tehát hogy nem befolyásolnák az embereket, akkor lehet, hogy azt mondanák az emberek, hogy miért ne nevezzünk el Kádár Jánosról utcát. Tehát azért Magyarország miniszterelnöke volt, 30 éven keresztül vizett ezt a országot, és azért jól élt a társadalom előtt, tehát nevezzünk el. De biztos van egy csomó ember, aki meg ellene van. Tehát nem, mi nem erről azt, hogy ma a szocializmus vezetőiről utcákat nevezzenek el. Vannak fontosabb kérdések. Ha már így az MSZP-vel kapcsolatban megfogalmazott kritikát, tényleg ez lesz az utolsó kérdésem, hogy mielőtt még azt hiszik, hogy a munkáspárt a Fidesznek valamilyen baloldali tagozata, hogy a fidesz kapcsolatban van kritikája? Tudja, nem másért csinálunk, hát minden nap elmondjuk, hogy az Orbán kormány háborúról vagy békéről beszél, de valójában háborúba viszi az embereket. Minden nap elmondjuk azt, hogy szép dolog megígérni azt, hogy 10% alá viszik az inflációt, csak éppen hogyan? Tehát jó jóisten se tudja, Meg ha alá viszik, az azt jelenti csak, hogy, hogy valamivel kisebb mértékben nőnek az árak, de az árak nőnek. Ugye, amit már Varga Mihály is elismert, hogy itt persze van teljesítmény, van export, na de annak a zöme, kérem szépen, az Audi a Audi-nak, a Mercedes-nek, meg az összes többinek az exportja, a kisvállalkozót meg tönkre teszi és mint párt is bírálom ugye azért a kormányzatot, mert hát azért nem egy jó dolog, hogy nekünk, mint pártnak, ugye eddig 80 ezer forintba került a villanyszába, most meg 800 ezer forint. Hát így lehet tönkretenni demokratikusan működő szell. Ezek nem jó. De abban meg, hogy keleti legyen, hogy Oroszországba tárgyaljon, hogy lépjen fel az EU és a NATO önkénye ellen, abban azt mondom, hogy igen, ez nemzeti érdek, ebbe támogatjuk. Türmér Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm a megkívás. És akkor végezetül ismertetném a szavazásunk eredményét. Ugye az volt a kérdés, hogy szerencsésnek tartja-e, hogy Magyarország közvetlenül határos legyen Oroszországgal. Eddig a pillanatig 594 szavazat érkezett, és a választatok 59%-a mondja azt, hogy igen, és 41%-a azt, hogy nem. Látszik, hogy azért ez egy elég megosztó kérdés egyébként, bár azt se lehet mondani, hogy nagyon szoros a végeredmény. Többségben vannak azok, akik Oroszországgal szeretnének szomszédos határt. A és hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, ha minden jól megy, akkor jövő héten ismét jelentkezünk, majd csütörtökön este 8 órakor az ultrahang élővel, illetve szolgálati közleményként még elmondanám, hogy vasárnap este 8 órakor pedig jó magam tartok egy élő műsort, ugyanis fontos bejelentésekkel jövök, lesznek új műsoraink, nagyon sok új műsorunk, illetve rendezvényeink is májusban, gyakorlatilag szinte május első felében ö, rengeteg rendezvényünk lesz, ezt is el fogom majd részletesen mondani, addig is köszönöm mindenkinek a figyelmet mert szép estét kívánok, viszont hallásra viszont látásra.